Alog is már vagyok a kormány csoporttal elnöke. A devizahitelesek nem azt akarják, hogy a kormány adófizetők pénzéből mentse meg a devizahiteleseket. Szó nincs erről. A problémát a bankok okozták a hamisan ránk szózott szerződésekkel. Tehát ha kártérítésről van szó, elnézést. Ha kártérítésről van szó, a kárt magának a banknak, a károkozónak kell megtéríteni. Minden eset egy picikét más, minden eset bírósági útra tartozik. A mi követelésünk az az, hogy ameddig teljesen tisztán jogilag nem rendeződnek le ezek a devizahiteles problémák, amik szorosan kapcsolódnak a közüzemi számlák nem fizetéséhez is, hiszen a kettő azért szoros összefüggésben van egymás alatt és okozati összefüggéseket nézve, addig kilakoltatás, árverezés semmilyen formában ne történjen. Nyilván, hogyha rendeződtek a dolgok, és valaki nem önhibáján kívül került abba a helyzetbe, hogy nem tudja teljesíteni a kötelezettségét, ott sem feltétlenül fontos mindig kilakoltatni, hanem meg kell keresni azokat a szociális lehetőségeket, ahol a családokon segíteni tudunk, ahol a gyerekeket nem szakítjuk el a családtól, és nem tesszük ki az utcára. Azért azt figyelembe kell venni, hogy az elmúlt 23 év kormányzása idézte elő ezt a gazdasági helyzetet Magyarországon, ami van, és ez tagadhatatlan, ezt most már bizonyítani lehet, hogy okozati összefüggésben van a devizahitel nem visszafizetése, és a közlemi számlák nem fizetése ezekkel a politikai intézkedésekkel, amik az elmúlt 23 évben történtek. Hiszen az embereknek az ott az 50%-a önhibáján kívül lett munkanélküli. Az, hogy 46 000 forinttal valakit támogat az állam, az nem elegendő a közüzemi számlák kifizetésére, nem elegendő egy 5 évvel ezelőtt vállalt banki kötelezettség megfizetésére, ami szólt 38 000 forintról, és ma már 70 000 forintról beszélnek. Ugyanakkor, amikor már kifizette a hitelének a teljes összegét, úgymond a futamidő lejárta alatt annak az 50%-ában, tehát egy 5 éves, egy 10 éves futamidőből már 5 évet kifizetett, és a tartozása kétszer annyi, mint amilyen elkezdte a hitelt fizetni. Ez nem működik, ez nem megy, ez egy uzsorakamat, ez egy szándékosan elégkészített uzsoracsapda a magyar lakosok részére. Pontosan azért most már átlátjuk és tudjuk, hogy a hatalom, a banki hatalom el tudja venni az emberek ingatlanait, az otthonait, és ezt majd ő újból értékesíti azoknak, akiknek ő akarja. Ami az én meglátásom szerint egy gyarmatosítási folyamat, hiszen nem magyar emberek fogják ezeket az ingatlanokat megvenni. Már láttuk azt, hogy a végrehajtó cégek emberei luxusautókkal csehszlovák rendszámmal mászkálnak, az lehet, hogy magyarul beszél, de nem magyar érdekeket képviselnek. Úgyhogy ezzel nem tiltakozunk, békésen akarjuk megoldani a kérdést, viszont most már elég feszült a társadalmi helyzet, ha nem fog menni békésen, akkor fog menni másképp, ahogy én ezt elmondtam. Arra is kérem önöket, hogy nézzenek utána és világosítsák fel a rendvédelmi szervek dolgozóit. Hogy ez nem úgy van, hogy a közjegyző kiállít egy papírt, és neki kötelessége biztosítani a végrehajtónak a bejutását egy bizonyos ingatlanba. Nem kötelessége, mert néptelenes cselekedetet hajt végre, mert ahova egy családot kiraknak az utcára, annak általában halál lesz a vége. Nem beszélve arról, hogy ugyanez a kormány hozott olyan törvényt, hogy aki az utcán él, az börtönbe kell csukni, ez megint csak hova vezet, úgyhogy a rendőrségnek igenis kötelessége néptelenes parancs megtagadása ebben az esetben, és erre valahol van egy katonai törvény is, amit így fejből nem tudok. Ha nem teszik, ők is felelősségre vonhatóak lesznek minden egyes családnak a tragédiájára.